Sziasztok, ez a Noa.hu legfrissebb programajánlós podcastje. Én Angya Leszter vagyok, és már is hozom nektek a hétvége Nógradvár megyei program kínálatát. A Tari Budha Parkban az év utolsó 10 milliószoros napjára készülnek, Egyébként a Nógrád vármegyei Nemzetiségi Önkormányzat szervez közös látogatást a Ménrót Arany templomába. Ez lesz ugyanis az év utolsó 10 milliószoros napja. És ez a mai szombati program több célt is szolgál. Egyfelől lehetőséget nyújt a látogatóknak arra, hogy jobban megismerhessék a Skita múltat, átélhessék az ebből az örökségből áradó erőt és tisztaságot, másfelől pedig az érdeklődők kapcsolódhatnak a rendezvény során az őseinkhez, az általuk közvetített energiákhoz. És még itt nincs vége, a célok között szerepel az is, hogy az év utolsó 10 milliószoros napján a résztvevők szent és szakrális térben közösen megteremthessék a magyar teremtő jövőképeit. képeit. A program zárásaként közös mécses és füstölő gyújtást tartanak majd a stúpa melletti felajánlás pavilonban. Sámson házán Kuke Júliára a település híres szülöttére emlékeznek ugyancsak ma. A Liszt Ferenc díjas operaénekes nő, a Magyar Állami Operaház örökös tagja 70 évvel ezelőtt látta meg ugyanis a napvilágot a Nugredi kis faluban, és ennek alkalmából jótékonysági emlékkoncertel tisztelegnek előtte. A jeles jubileum alkalmából Dénes István Liszt Ferenc díjas karmester, zeneszerző és zongoraművész, valamint Lukács László opera énekes ad koncertet a Sámsonházai Evangélikus templomban ma délután 4 órától. Kuke Júlia hosszantartó súlyos betegség után 64 éves korában hunyt el 2017. október 31-én. És végezetül fejet hajtanak az áldozatok emléke előtt Balassa gyarmaton, hazánk nemzeti gyásznapján. Itt mécses gyűjtéssel egybekötött megemlékezést tartanak a Palószligetben, az 56-os szoborcsoportnál. Mindazok, akik szeretnék leróni tiszteletüket az 1956-os forradalom és szabadságharc leverésének, a szovjet csapatok bevonulásának évfordulója alkalmából szervezett eseményen 17 órától tehetik azt meg a megemlékezésem. Turai János kanonok plébános osztja meg gondolatait az egybegyűltekkel, akik a Szent Imre Katolikus Általános Iskola és Gimnázium diákjainak műsorát is megtekinthetik majd. Programokból a sport terén sem lesz hiány, természetesen a Vármegye focistái, kosárlabdázói, kézlabdázói is pályára állnak majd hétvégén. Mindezekről a nolhu n olvashatnak további részleteket. Én nagyon szépen köszönöm a figyelmüket, viszont hallásra!